Ha szoftverfejlesztőként, üzemeltetőként, IT projektmenedzserként, vagy akár döntéshozóként is érdekel, hogy miért történtek jelentős változások az IT világában az elmúlt években, akkor a DevOps tanulás lehet a következő lépés számodra. Jagusztin László vagyok, architekt az Alaran ZRT-nél. Az elmúlt 20-30 évben, mint vezető dolgoztam telekommunikációs és energetikai cégeknél. A munkám nagy részét a DevOps bevezetési projekteknek a vezetése vagy tanácsadása töltötte ki. A DevOps elsősorban az IT fejlesztési projektek szállítási sebességének a menedzseléséről szól, ami azt jelenti, hogy próbálja hatékonyságát növelni mind a fejlesztési csapatoknak, mind az üzemeltető csapatoknak. Ez azt eredményezi, hogy sokkal kevesebb hibával, sokkal hatékonyabban tudunk IT rendszereket leszállítani. Ezen a képzésen a DevOps-ot nem csak mint elméleti módszertant ismerhetett meg, hanem valós szervezeti, technológiai és folyamati problémákon is végig fogunk menni. Többek között szó lesz magáról a DevOps-ról, hogy miért is jött létre és annak az IT eszközkészletéről. Hogyan alakította át az IT szervezetek működését, számos technológiát és eszközt fogsz megismerni, mint például a Docker, különböző verziókezelő eszközök, tesztautomatizálás, DevSecOps, de szó lesz még ezen kívül Kubernetesről, monitoring eszközökről, log és naplókezelésről, release managementről, és érintjük a felhő technológiákat is. A képzés munka mellett is elvégezhető, heti 4-5 óra elfoglaltságot igényel. A képzés ideje alatt elérhető leszek írásban, a feladatokra visszajelzést adok, az élő alkalmakkor pedig átbeszélhetjük az addig felmerült kérdéseket közösen. A hatékony tanulás érdekében limitált létszámban, kis csoportba fogunk együtt dolgozni. A részvételhez előképzettség nem szükséges, viszont érdemes otthonosan mozognod az IT fogalmak világában, ezen belül pedig a szoftverfejlesztési folyamatokban. Ha te is képbe kerülnél a DevOps alapjaival kapcsolatban, megismernéd, hogy honnan indult ez az egész, hol tart napjainkba, és te konkrétan mire tudnád használni, akkor szívesen látlak ezen a képzésen.